nektek van kedvenc emléketek? Olyan sok minden történt tavaly. Nem is tudom. Engem újra és újra meglep, hogy mennyire tudott minket inspirálni Kata tanárnő. Ti olyan hülyék vagytok, hogy már azon sem csodálkoznék, ha a hülyének öltöznétek. Vannak dolgok, amiket egy tanárnőnek nem szabadna mondani. Mint például, nem mondja azt, hogy hülyén nézzünk ki, mert megcsináljuk. Tudni, hogy olyat sem mondaná, hogy rendezzük be úgy a termet, ahogy mi akarjuk. Jó! Épp az igazgató! Oliver! Mi történt, édesfiam? Igazgatónő mindkét kezembe gyulladt. Én szóban szeretném letenni az érettségit. De ez írásbeli érettségi. Arra gondoltam, hogy én diktálom, és Kata tanárnő leírja. Nem. Ilyet biztos, hogy nem lehet. No. Oliver, ne bohój! Szó se lehet róla! Vagy Györfi Pál? Aki úgy érzi magát biztonságban, az nyugodtan hagyja fönn a maszkot az érettségi ideje alatt is. Jól mondom, vagy nem? Jól mondja, igazgatónő, nagyon örülök, hogy odafigyelnek a biztonságra, hogyha megvan ez a bizonyos 2 méter távolság, akkor valóban lehet maszk nélkül, de én örülök annak, hogy minden biztonsági intézkedést betartunk. Vagy a Bende? Igen, hát mennyi haszna volt már a csábítás iskolájának? Nagyon sok haszna. Rendkívül fontos. A féltékenység egy bizonyos szintig. Mert nagyon fontos, hogy sosem szabad átesni a ló túloldalára. Néha egy picit viszont muszáj féltékenynek lenni. Ezzel is tudatva a lánnyal, ezzel is beleültetve a kicsin kis fejébe azt, hogy ő igenis fontos, ő számít neked, és te ott vagy neki, és még mindig teljesen odáig vagy érte, és senki másé nem lehet, csak a tiéd, mert szeretik ezt tudni a lányok. Úgyhogy, közben jegyzeteljétek nyugodtan, úgyhogy például egy kapcsolat közben rengetegszer előfordulhat, hogy akár teljesen kamu dolgok miatt is, de kiakadsz rá, hogy mit tudom én, miért nézett rá arra a srácra, miért beszélt ezzel és ezzel, és miért vett föl ilyen kihívó ruhát, stb. Ezzel is azt tudatod vele, hogy igazából ő nagyon fontos neked, és te csak magadnak akarod őt. Szeretik a lányok nagyon fontosnak érezni magukat. Szecsóval is azért milyen balhét lenyomt? Mi folyik itt? Na mi? Miért nem mondasz semmit? Mit gyúgál hozzád az a srác? Ha? Szedd már le a kezedet a barát... a feleségemről! Ha? Semmi reakció, mi? Nem tudsz mit mondani! Nem hiszem, folyamatosan mindig kiakadásban, mindig bármit csinálok, fogod magad és kiakadsz! Minden miatt!
pedig én nem csinálok semmit! Soha semmit bizonyítékot! És mire kell bejönnöm, hogy valami random srác itt fontos? De milyen random srác? Ő a barátod, festő. Mi? Milyen barát? Milyen barát az ilyen? De komolyan neki fogja, oda vagy a másik feleségéhez, és elkezdi fogdosni, ha? Mit képzelsz magad a egyébként, ha nem iskolában lennék, akkor most téged ezt a feszményt! Tényleg Barbie végül randiztál vele? Nem! Nekem az egyik kedvencem az volt, amikor Olivier elintézte a Krisztuszbát. Arról nem tehettem, és nagyon hamar kiengedték a kórházból. Fia! Nem csinálok elég keményen! Bocsánat, tanár úr, az az igazság, hogy én nem érzem jól magam. Én nem tudom, lehet, hogy az ebédben volt valami kis teljes vagy fogalmam sincs, de tényleg nem vagyok jól. Esküszöm, hogy úgy kavarog a gyomrom, mint hogyha egy Airbus 732-es lenne. Nem hazudok, esküszöm. Mindjárt felrobban. Mentségére szóljon, hogy laktózérzékeny. Az is vagyok. Itt mondja a barátom mellettem. Laktózintoleráns. Bizony. Papírom is van róla. 4-es fokozat. Na majd én segítek! Jaj. Én viszont majdnem bekerültem, amiről viszont tehet valaki, igaz, Dominik? Tényleg, fegyeges engem! Hard. De légy szíves! Rende! Oliver, én úgy emlékszem, hogy van, amiről tehettél. Mi? Mire gondolsz? Mondok egy szót. Érettségi. Dereng valami? Nem. Semmi. Oliver, neked nincs meleged? De egyre jobban melegem van. Oliver, te mit csinálsz? Áldíts már le! Próbálom a kárra, nem működik. Kut már ide. Ide. Dehogy adom! Megpróbálom! Még van úgy 10 másodpercünk! Olivier fiam, mit fogdosol ott a kezedben? Már megint valami meglepetésre készülsz? Attól tartok! Középsuli érettségi nagy durranás lesz! Én a karácsonyi időszakra emlékszem szívesen. A szexi mikorásra? We'll be right back.
beszélsz? Én arra gondolok, hogy még rámehette egy esküvőre, úgyhogy meg is hívta. Olivier! Fogadod-e hites feleségedül Dominikát, szeretni fogod-e minden körülmények között? Nagy csomag? Igen. Egymásra. Hát Barbie nagyon szívesen, de tudod, ez csak próba volt. Mondd azt neki, hogy tartotok most itt egy esküvői próbát. Teljesen el fog menni az esze, és amikor a legközelebbi alkalom lesz, még durvában fogja rávetni magát. Addig meg beszerzünk neked gumit. Figyelj, be fogsz menni, ez benyögöd neki, a nyakad bógrik, de rögtön el fogja felejteni azt, ami volt eddig. És amikor az esküvői próba lement, teged így. És tulajdonképpen? Még jobban eltüntett, mint ahogy eddig eltüntetett volna. Hm. Mondjuk, hogy ti mondjátok rá. Jó. Oké. Okay. Ja. Esküvői próba. Igen. Ja. Tökéletes helyen vagyunk. Addig ja, hát ez a Belének az esküvő is itt volt, és milyen jó volt. Mondjuk igen. Valahogy kicsempészem. Igen. Valahogy csak addig mi kicsempészük. Jó. Jó. Oké. Okay. Akkor bemegyek. Jó. Jó. Oké. Okay. Na, akkor... Na, akkor jaj, mond, csak mondd meg. Mondd meg neki. Esküvői próba. Esküvői próba. Neked nem az a kedvenc emléked, amikor összejöttél Dominikával? Már nagyjából kigondoltam, hogy mivel tudnám viszonozni. Igen? És mi lenne az? Kedvencek között van, pont mint az alkonyat. Ha már az ellentéteknél tartunk, Anna annyira más, mint Juli. Ez igaz! Figyeljetek! Csak egyszer fogom elmondani nektek. Ha még egyszer így beszéltek arról a srácról, akivel randizom, letépem az összes körmötöket. A tiédet is. Ja. Hát igen, vannak lehetetlen kapcsolatok. Az biztos. Leszel a barátnő? Te nem vagy komplett. Hát ne haragudj, de nagyon zavarja ez a fülemet. Sok szeretettel. A gyászoló család.
Én ezt nem tudtam, az aluljáróba vettem, és nem tudtam, hogy honnan van. Ez nagyon durva. Vagy normál. Hát, elég szarul néz ki. Lehet, hogy nem néz ki jól, de finom. Kóstold meg. Jó, megkóstolom. Fú, én meg se lehet fogni rendesen. De... Fúj, mi ez a szar? Erről jut eszembe. Elhiszitek, hogy Zsani beleszeretett a Mikulásba? Á, totál megvankadtam ma. Csak várjon, amíg eljön, érte? Épp ezt várja most, hogy vége van az ünnepeknek. Na, mesélj! Megkért, hogy kérdezzek rá, hogy biztonságos-e most az északi sarkra utazni. A közutasok jó tanácsát átadtam, csak azt nem tudtam megértetni vele, hogy ne menjen. Hát, ha már menni kell, akkor legalább biztonságosan tegye. Majd rájön, hogy nem jut messzire. Hát, csak Magyarország északi sarkáig. De Zsaniról beszélünk. Nem fog különbséget tenni. Nem az az erőssége.